Elfáradtál? Nem. Laza volt. Nem, ezt nem mondanám, de azért nem kellett annyira full maxon folyton robbangatva végigmenni. Azt szokott a rossz lenni, hogy minden fordulóját harcolunk, hogy jó helyen vagyunk, aztán egyszer csak az iránba leestek, éreztem, hogy ott nagyon fújtott a svéd lány, talán ő volt, úgyhogy gondoltam, akkor megpróbálok egy nagyobb iramot menni. És akkor az egyik fordulóba leesett, csak utána még volt három kis kör, az nem esett olyan jól, egy időt előbb végigmenni. Folyton nézgettem hátra, hogy mennyire vannak, vajon jönnek föl rám. Mert ha ketten összeállnak esetleg, akkor nagyobb iramot tudnak menni, hogyha váltogatják, de sejtettem, hogy azért nem fognak így összefogni. Inkább bebiztosítják a második helyet, úgyhogy elől végigeveztem. De jól nem esett, de full maxot nem kellett mennem. Hosszabb távon mennyire tudod ezt elképzelni magadnak, ezt a távot? Semennyire. Nem tervezek rá készülni, sem edzeni se. Ez csak így jött. Ezen sikerült most, ezen is sikerült kvalifikálnom magam otthon is, csak így Katiné szerint bulizból indultam el, annyira jó buli nem volt otthon se, de az érzés ugyanolyan volt, mint egy buli után.